Több mint 500 000 000 forinttal károsított meg két budapesti kórházat egy nő. Az asszony az intézmények humánpolitikai vezetőjeként fiktív munkaszerződéseket kötött, amik alapján éveken keresztül utalt munkabért a strómanjai bank számlájára. A csalás sorozatot az egyik intézmény belső ellenőrzése leplezte le. A volt HRS vezető akár 15 évet is kaphat. Több 100 000 000 forinttal károsította meg a Szent János Kórházat az intézmény egyik humánpolitikai vezetője. Az 50 éves nő hamisított munkaszerződések alapján rendszeresen fizetett munkabért olyan embereknek, akik soha nem dolgoztak az intézményben. 2021. júniusától kezdődően 11 hónapon keresztül 20 fiktív alkalmazottnak összesen több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utalt a kórház számlájáról. Amikor 2022. májusában a belső ellenőrzés feltárta a fiktív foglalkoztatást, a kórház főigazgatója azonnal feljelentést tett a rendőrségen. Azt már a BRFK gazdaságvédelmi nyomozói derítették ki, hogy a nő az előző munkahelyén az amerikai úti idegsebészeten is fiktív alkalmazottakat rögzített az intézmény informatikai rendszerében. Itt 2016 és 2021 között 51 ember után csaknem 332 millió forint munkabért utalt ki jogtalanul. A strómanok a pénzt felvették a bankban és átadták a nőnek, csak a pár ezer forintos jutalékukat tarthatták meg. A csalássorozat két egészségügyi intézményt érintett, 500 000 000 forintot is meghaladja a kárérték, kollégáim több mint 50 gyanúsítottat hallgattak ki az ügyben. A volt HRS ellen csalás és más bűncselekmények, a strómanok ellen pénzmosás miatt indult eljárás. A nyomozás a befejezéséhez közelít. A rendőrség még a közelmúltban is hallgatott ki új gyanúsítottakat, akik panasszal éltek a gyanúsítás ellen, ezeket azonban a fővárosi főügyészség, mint alaptalanokat elutasította. A nyomozók a hamis iratok mellett két autót, 4 millió forint készpénzt és egy több 10 millió forintot érő jachtot is lefoglaltak. A kórházakat megkárosító volt HRS részben ezekből fogja megtéríteni a kórházaknak okozott kárt. Emellett 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.